Top források. 5 év alatt 88 milliárd forintnyi fejlesztési forrásról döntött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Magyar rektori konferencia. Közel 70 hazai és határon túli felsőoktatási intézmény rektora találkozott a Nyíregyházi Egyetemen. Több pedagógusra lenne szükség, 3-4 év múlva a jelenleginél is nagyobb mértékű lesz a szakember hiány az oktatásban. Milliárd forint értékben 504 esetben hozott döntést a megyei önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív program pályázatai kapcsán. A TOF források koordinálása volt a testület legfontosabb feladata az elmúlt 5 évben. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Az önkormányzati ciklus utolsó 39. közgyűlésének a tuzséri Lónyai Kastély biztosított helyszínt csütörtökön. A napirendi pontok között szerepelt az is, hogy 4 millió forintos forrás nyert a megyei értéktár egy 164 oldalas, kétnyelvű kiadvány elkészítésére. A Lónyai Kastélyban szervezték az önkormányzati ciklus utolsó közgyűlését. A tagok az elmúlt 5 évben 39-szer találkoztak ilyen keretek között. Ennek okán értékelték az elmúlt időszakot. A megyei önkormányzat legfontosabb feladata a terület és település fejlesztési operatív program pályázatainak koordinálása volt. 504 esetben hoztak döntést, és összesen 88 milliárd forintot tudtak lehívni a megye fejlesztése érdekében. Ebből 40 milliárd forintnál is nagyobb összeget már elszámoltak, azok a beruházások már befejezett projektek. Még többek között bölcsődei, csapadékvíz elvezető és identitásfejlesztő program is fut jelenleg top forrásból. Az elmúlt években a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése is nagy hangsúlyt kapott. Ennek egyik eleme volt, hogy a megyei önkormányzat, Kisvárda város és az ukrajnai Kárpát-Alja megyei tanács közösen megalapította a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulást. Ezzel új dimenzióba lépett a határmenti együttműködés, illetve az Európai Uniós forrásokat is be tudják vonni. A ciklus utolsó közgyűlésén a területrendezési tervek aktualitásáról is beszéltek a képviselők. A terveknek hierarchiája van, három szinten egymásra épülnek, területi, megyei és országos viszonylatban. Céljuk többek között, hogy a kialakult természeti vagy épített örökségekhez tudják igazítani a következő évek fejlesztéseit. Ennek a rendezési tervnek most felvizsgálata folyik az országos rendezési tervnek, ennek logikus folytatásaként, illetve közbenső állomásaként a megyei rendezési tervek felülvizsgálata is folyik. Ennek a munkának a vége felé járunk. Tervezőirodával kötöttünk rá szerződést szakemberekkel, akik számos más megyében is végzik ezt a munkát. A javaslattévő fázisa lezárult és elkezdődik október 20-án az a fázis, amelynek eredményeképpen november 20-ára egy olyan anyag lesz, ami a társadalmi egyeztetés próbáját is kibírta. Azt követően a állami főépítész, aki megyei szinten is dolgozik, az is véleményezett tervet, az országos főépítészi testületek is véleményezik a tervet, azt követően pedig újra visszakerül a megyei közgyűlés elé egy végleges döntésre. A napi rendi pontok között arról is beszámoltak, hogy a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton nyert a Megyei Értéktár Bizottság. Így kiadják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei 2013-2019 című könyvet. A kiadványhoz 4 millió forintos forrás biztosítanak a bizottság számára. Ez a kiadvány az egy kétnyelvű, egy magyar-angol kiadvány lesz, mind a 124 érték szerepelni fog benne, amely jelenleg már ebben a lajstromban van, és valóban igyekszünk majd olyan minőségben megmutatni, hogy ezt ne csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tudjuk majd úgymond népszerűsíteni, hanem akár az ország más területein, sőt a határainkon túl is fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen értékek vannak, és hát mi erre egyrészt, mert nagyon büszkék vagyunk, nagyon örülnénk annak, hogyha mások is látnák, és hát bízunk benne, hogy ezáltal is egy olyan erősségét tudjuk felmutatni majd a megyének, amellyel akár a turizmust, mint gazdasági ágazatot is tudjuk támogatni. A közgyűlésen beszámoltak a megyei munkaerőpiaci helyzetről is. Kiemelték, a foglalkoztatási mutatók 10 éve nem voltak olyan jók, mint ebben az évben. Jelenleg 245 ezeren dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A 2016-os 41 ezerhez képest 21,5 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma, valamint a regisztrált álláskeresők száma is 25 ezerre csökkent, a tavaly év végi 30 ezerről. Közel 70 hazai és határon túli felsőoktatás intézmény rektora találkozott pénteken a Nyíregyházi Egyetemen. A soros plenáris ülésen köszöntötték az utolsó találkozó óta kinevezett rektorokat, valamint megvitatták a tudomány és a felsőoktatás aktuális kérdéseit. Családias hangulatban az egyetem zenetagozatos hallgatóinak előadásaival kezdődött meg a Magyar Rektori Konferencia soron következő plenáris ülése Nyíregyházán. A helyi egyetem rektora arra emlékezett, hogy legutóbb közel 15 éve volt ilyen konferencia a megyeszékhelyen, ezért kiemelten fontos, hogy most nálunk tanácskoznak a felsőoktatási intézmények vezetői. Most az én meghívásomra érkeztek ide a határon túli és a magyar egyetemek képviselői, mind az állami tagozat, mind az egyházi és a magántagozat képviselői. A célja ennek a rektori konferenciának, hogy a felsőoktatás aktuális kérdéseitről tájékozódjunk, eszmecserét folytassunk és erről beszélgessünk. A rektori konferencia plénumának egyfajta véleményezési feladata is van a felsőoktatást érintő kérdésekről, ezt már Józsa János a konferencia elnöke mondta el televíziónknak. Hozzátette, ezekről a kérdésekről a bizottságaik által meghozott döntéseket is megszavazzák. Ma lesz szó arról, hogy a Tudományos Akadémia által az országgyűlésnek készítendő két évre átnyúló úgynevezett a magyar tudomány helyzete jelentésbe a magunk oldaláról mivel járulunk hozzá, doktorandusz képzés és annak sikeressége, publikációs és hivatkozási sikeresség, benne vannak még a szabadalmaink is, meg minden ilyesmi. A konferencián Horváth Zita, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a tudomány és a felsőoktatás jelenlegi helyzetéről tartott előadást, de utóbbi új irányairól is beszélt, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium határozott meg. Ez egy olyan alapvető változás, amiről nyilvánvalóan tájékoztatni kell a kollégákat az ebből fakadó feladatokról, hogy az oktatás és a kutatás miként tud sokkal egységesebben szervesülni, mint eddig, hiszen egy irányítás alá kerül, beleértve a határon túli felsőoktatási képzéseket és a felsőoktatási intézményeket. Tehát erről mindenképpen fogok beszélni. Fogok beszélni arról, hogy azt szeretnénk, ha az egyetemek mondjuk úgy, hogy ahogy a felsőoktatási stratégia megfogalmazta korábban a címében, hogy fokozatváltás, tehát egy kicsit nagyobb sebességre kapcsoljanak annak érdekében, hogy egy igazi, főként vidéken igazi regionális központokká, tudásközpontokká tudjanak válni. Horváth Zita hozzátette, a felsőoktatási intézményeknek egyfajta innovációs ökoszisztéma központjává is kell válniuk a jövőben, részben az oktatás, a kutatás és az úgynevezett harmadik misszió szolgálatában, vagyis arra is szükség van, hogy a régió társadalmi, gazdasági kihívásainak kezelésében is tudjanak az egyetemek segíteni. A következő 15 évben várhatóan 70 ezer pedagógus megy nyugdíjba, a szakemberek pótlása viszont nem megoldott ilyen ütemben. Évente nagyjából 5 ezer új pedagógusra lenne szükség. A jelenlegi adatok alapján azonban csak 3500 azoknak a száma, akik tanárként végeznek a felsőoktatásban és ezt a pályát választják. Ezekről Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke beszélt televíziónak egy kisvárdai konferencián. Mintegy 1,2 millió gyermeknek csengettek be szeptember elején. Elindult a 2019-2020-as tanév. Kisvárdán és a térségében például 41 székhelyi intézmény, 63 feladat ellátási helyén. Arról tudok beszámolni, hogy zöggenőmentesen elindult a tanév a Kisvárdai Tankereti Központ minden intézményében, úgy infrastruktúrális feltételek tekintetében, úgy szakmai tekintetben. A szakos ellátottság megfelelő, biztosított, úgyhogy panaszra nincs okunk. A tanév több változást is hozott a diákok és a pedagógusok számára egyaránt. Szeptember elején sokat foglalkoztak az egyéni munkarendre való átállással, korábban ezt nevezték magántanulói státusznak.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint viszont ez nem fogja nagy mértékben korlátozni azokat a diákokat, akik nyomós érvel választják a magántanulóságot. Így a jövőben is lehetőségük van olyan nem állami iskolát választani, ahol speciális tanterv mentén alternatív pedagógiai módszerrel oktatnak. Két olyan javaslatot is elfogadtak a törvényhozók, amelyekhez a pedagógus karnak is köze volt. Az egyik az, hogy a gyakornokoknak csak egy évet kelljen gyakornoki státuszban eltölteni, hiszen most már az osztatlan képzésben résztvevők a hosszú gyakorlaton egy évet egyébként is nevelési oktatási intézményben töltenek, ráadásul tanítási munkát is végeznek. Ennek azonban ki kell dolgozni majd az eljárás rendjét, hiszen a következő minősítésekre már kellett jelentkezni. És legjobban talán annak örültünk, hogy elfogadásra került, hogy a pedagógus egy kategóriába sorolt kollégáknak nem kell 6 év folyamatos munka, viszont így nem éri hátrány azokat a hölgyeket, akik korábban már tanítottak, de ebben az utolsó 6 évben esetleg gyermeket szültek, és emiatt távol voltak, így nem volt meg a 6 év folyamatos munkaviszony, hanem elegendő lesz összességében azt elérni, hogy 8 évet már tanítson, és akkor átléphetnek, jelentkezhetnek pedagógus 2 besorolásra. Azt is pozitív változásnak véli Horváth Péter, hogy az idegen nyelv oktatásához szükséges tankönyveket kivették a merev korlátozás alól, és 2-nél több könyv közül lehet választani. Egy nagy probléma viszont, hogy még mindig jelentős a pedagógus hiány, ám ez az országban eltérő jelenség. Van olyan térség, ahol már most is nagy a hiány, amíg más városokban, megyékben még megoldott a szakember kérdés. Ami a problémát jelenti, hogy a következő 15 évben 70 ezer pedagógus megy nyugdíjba, így évente 5000-en tűnnek el a rendszerből, őket viszont nem tudják pótolni. A jelenlegi adatok alapján évente csak 3500 azoknak a száma, akik tanárként végeznek a felsőoktatásban, és ezt a pályát választják. Megtesszük a javaslatainkat, egyrészt nyilván azt gondoljuk, hogy további bérrendezésre van szükség, hogy a pálya vonzó legyen, anélkül, hogy a pályát nem tudjuk vonzóvá tenni, nem fognak jelentkezni elegen, és a jelentkezés valamint a végzés után valóban nagyon sokan el fogják hagyni a pályát. Azt gondolom, hogy a kezdőket mindenféleképpen tovább kell segíteni, ki kell terjeszteni a Klebelsberg ösztöndíjat, ami egyébként szerintünk egy jó kezdeményezés, akár lakhatási, azokban a térségben, ahol erősen jelentkezik a pedagógus hiány, akár lakhatási támogatást adni, a továbbképzések után szakmai támogatásokat adni. Ezek talán lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy picit népszerűbb legyen a pedagógus pálya. Sok esetben jellemző az is, hogy a pályakezdők 1-2 éven belül pálya elhagyóvá válnak. A jövőben ez ellen is tenni kell, tette hozzá Horváth Péter. Szent László öröksége jegyében nyert pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Ennek keretében szorosabbra fűzik az együttműködést a testvérmegyével, Hargitával és a támogató partner Kovászna megyével. A projekt célja a kulturális örökség megőrzése és erősítése. A magyar emberekre jellemző a szülőföldhöz való kötődés, mondta a KDNP alelnöke pénteken a megyeházán tartott sajtótájékoztatón, amelyet egy regionális testvérmegyei együttműködés kapcsán tartottak. 2010-től letettük az alapokat, a nemzetpolitika alapjait, és 14-től pedig már a kibontására került sor, és ennek az együttműködésnek nagyon fontos eleme, de nem csak hogy eleme, hanem feltétele az, hogy legyen regionális együttműködés, hiszen ott valósulnak meg azok az elemek, amiket mi a törvényekben próbálunk megfogalmazni, vagy pontosabban lehetőséget biztosítani erre. Az együttműködések az elmúlt években egyre messzebbre nyúltak térben, és már számos Európai Uniós forrást is fel tudnak használni ezek megvalósítására. A legutóbbi sikeres pályázat a testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében címet kapta. A Szent László utat nagy mértékben fejlesztjük különböző programokkal, és hát megfogalmazódott az, hogy a Rákóczi emlékév idején Rákóczira építve is lehet olyan fejlesztéseket megvalósítani, amik turisztikai együttműködéseket, kulturális együttműködéseket, kulturális cseréket jelenthetnek. Nagyon fontos még számunkra a testvértelepülési együttműködések ösztönzése is. Ilyen módon Zágon és Tarpa is testvértelepülések lettek, és aktív kapcsolatot ápolnak egymással. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hargita megye és Kovászna megye közös szentje Szent László, akinek emlékéhez kapcsolódóan számos legendát őriz mindhárom megye. Olyan értékeket testesített meg, amelyeket a 21. században is föl lehet vállalni: biztonság, kereszténység, család, építkezés, fejlődés, és ez joguralma, a tulajdonjognak
védelme. Ezek mind-mind fontosak. És ezért is választottuk ezt a történelmi személyiséget, hisz ő nem csak a magyaroknak, hanem a románoknak bizonyos értelemben az ő lánya szentje, szentjévé vált, a horvátok saját királyuknak tekintik, lengyel udvarban nevelkedett, és kiemelkedett a korában, összetudta kötni, összetudta fogni azokat a népeket, amelyek azelőtt háborúban éltek egymással, és a háborúskodás, az ellenségeskedés volt jellemző rájuk. A Szent László emlékéhez kötődő turisztikai program mellett más, szintén a közös múltat felidéző tervek szerepelnek a testvérmegyei együttműködés projektjében. Nem csak konferenciáról szól, nem csak egy kiadványról szól, hanem olyan többnyelvű ismeretterjesztő lapokról, folyóiratról, bemutatókról, amelyektől azt várjuk, hogy kialakuljon egy nemzeti turisztikai program. Ezt szeretnénk megtoldani a Rákóczi útjával. Ez már egy több országos program, hiszen Kassa, Tarpa, Zágon és Rodostó útvonalon fogjuk kiépíteni a helyiekkel együtt ezt a programot, ennek a támpontjait. Az együttműködési program keretében konferenciát is tartottak az érintett területek képviselőivel péntek délelőtt a megyeházán. Idegenbeli pályára az NB1 hetedik fordulójában a kisvárdai futballcsapat. Mérj utca László együttese vasárnap a Ferencvároshoz látogat. A mérkőzés 16 órakor kezdődik a Grupama Arénában. Két hét kihagyást követően rendeznek ismét bajnoki fordulót az élvonalban. A Kisvárda az elmúlt két mérkőzésen nem szerzett pontot, ennek ellenére a középmezőnyben egészen pontosan a hatodik helyen várja a folytatás Mírusza László együttese. A mezőkövestől hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereséget követően volt sikerélménye a Várdának, a Magyar Kupában ugyanis múlt vasárnap Pilisen 1-0-ás győzelemmel léptek tovább Lukaszék. Szerintem a hét közben kell játszani a kupa, mester játszottuk a hétvégén, semmi baj, tudott. A legjobb csapat küldetem a pályát a Pilis ellen. A ritmus megvan, most menjünk Ferencvárosba, vasárnap. Természetesen nem mi vagyunk a favoritot, de már láttuk a foci egy csoda. Elveszni kell a fociot, nem kell félni semmiről. Természetesen a Fradi tudjuk jobb csapat, de nekünk is van egy csansz. A vezetőedző a Fradi ellen nem számíthat az eltiltott Cukalászra és a sérült Rubusra. Mírusza László gondjait viszont enyhítheti, hogy Tisler Patrik kezdi megtalálni gólövő cipőjét. A támadó eredményes volt a mezőkövesd ellen, és Pilisen is ő szerezte a továbbjutást jelentő találatot. Meccs hiányom volt, mikor ide érkeztem, de hát ezt meg is beszéltük ugye a vezetőkkel, az edzőkkel, úgyhogy ezt így tudták, én is tudtam, mondták, hogy legyek türelmes, ők is türelmesek lesznek hozzám, de hát nyilván én voltam a legtürelmetlenebb, hiszen én minél hamarabb szerettem volna gólokkal segíteni a csapatot, játékkal, úgyhogy remélem, hogy most azért adott ez egy kis önbizalmat nekem, és innentől kezdve jönni fognak a gólok, jönni fognak a jó teljesítmények, és jönni fognak a győzelmek is. A Ferencváros-Kisvárda mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Grupama Arénában. A hetedik forduló további párosítása a következő, Mezőkövesd Budapest Honvéd, Kaposvárd Józsgyőr, Zalaegerszeg Paks, Debrecen Puskás Akadémia és Molfehérvár FC Újpest. Elutazott a katari világbajnokságra Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló szerint jól sikerült a felkészülése, azonban azt nem tudja, hogyan reagál szervezete a rendkívüli körülményekre. Pokrovenszki József tanítványa helyi idő szerint szombaton este 11:30-kor vág neki az 50 kilométeres távnak. Ma kezdődött és jövő szombaton zárul Dohában a 17. felnőtt szabadtéri atlétikai világbajnokság. A 17 magyar versenyző között ott van a nyíregyházi Hellebrand Máté is, aki az 50 kilométeres gyaloglásban áll majd rajthoz. Pokrovenszki József tanítványa az elmúlt hónapokban mindent megtett a jó szereplés érdekében, de az, hogy mennyire tud alkalmazkodni a hőséghez és a magas páratartalomhoz, majd csak Katarban derül ki. Egy elég hosszú felkészülés van a hátam mögött, ilyen hosszú talán még nem is volt, sőt, tehát ilyen szezon nem volt, hogy szeptember vége legyen a főverseny. Szerencsére a felkészülés az zökkenőmentesen telt, nem volt sérülés, semmi egyéb probléma nem volt, az edzések nagyon jól sikerültek, és most már nagyon izgatottan várom a világbajnokságot. Kicsit félek a kinti körülményektől, bár minden versenyzőre ezt fog várni, viszont mégis tényleg inkább ezektől félek,
nem pedig a versenytársaktól. Azt beszéltük az edzőmmel, meg a szövetségben a többi edzővel, hogy ez inkább egy ilyen kis túlélő verseny lesz. Ugye egy 4 órás versenyről beszélünk, és azt fog dönteni, hogy ki hogy tud majd ezekhez a külső körülményekhez jobban alkalmazkodni. Máté táplálkozási tanácsadó segítségét is igénybe vette az optimális étel és folyadékbevitel kialakításához. Emellett edzőjével egy biztonságosnak tűnő taktikát igyekeztek kidolgozni. Mivel nagyon meleg lesz, és nagyon füllesztő meleg, ezért azt beszéltük Józsibával, az edzőmmel, hogy próbálunk egy ilyen biztonságos kezdést, és utána, ahogy érzem, szóval... Nem fogom nézni, hogy ki milyen gyorsan kezd, vagy ki milyen tempóban fog menni. Én a saját kis biztonságos sebességemmel szeretnék majd kezdeni, és onnan szeretnék majd fél távnál egy kicsit gyorsítani, és remélem ez elég lesz arra, hogy a végén még ne fáradjak el annyira, és egy szép helyezéssel a célba érni. Az 50 kilométeres gyaloglás 60 körüli versenyző számláló mezőnye helyi idő szerint szombaton 23 óra 30-kor rajtol el. A gyaloglók a belvárosban egy 2 kilométeres körpályán igyekeznek minél gyorsabban teljesíteni a távot. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 27-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd önöket, szombaton pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hidegfront jellegű hatás miatt előfordulhat migrén és ingadozhat a vérnyomás. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Szombat reggelig gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, eső zápor egyaránt előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Napközben kevés napsütés valószínű és sok lesz a felhő felettünk. Szükség lehet az esernyőkre és a szél is feltámadhat. A legmelegebb délutáni órákban 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban többször is elérik a Kárpát-medencét a meleg, illetve a hideg frontok. Változékony időre van kilátás. Vasárnap és a jövő hét elején a változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, és csak helyenként eshet.